sok korom, jó napot kívánok! Koroncai Tibor ezredes urat, a Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. területvédelmi ezred parancsnokát. Köszöntöm a nyugállományi és a hagyományőrző és civil szervezetek képviseletében megjelenteket és valamennyi emlékezőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai napon a Magyar Királyi a Szent Hetedik Honvéd Gyalogezred emléknapján, ami a második Tisonzói csata kezdőnapja, június 18, tiszteletadással emlékezzünk az ezred katonáira. Az emléknap kijelöléséről az ezred emlékalbumában Sipos alezredes így emlékezett erre vissza. Emlékezésem szerint 1916 elején a hadsereg főparancsnokság rendelkezésére be kellett jelenteniük a csapatparancsnokságoknak, vajon van-e eddigi harcaikban olyan esemény, amely az általános helyzetre kiható jelentőségével, sikerével méltó volna arra, hogy a jövőben mind az ezred emléknapja, mint az ezred emléknapja örök időkre ünnepelhető legyen. Az ezred a második Tisonzói csatában lefolyt harcait jelentette, mint a Doberdó-fennsík sorsára és azzal az Isonzó frontra döntő hatással volt esemény. És eredményként annak első igen válságos napján, július 18-át jelölte meg. A válasz méltónak ismerte el a leírt eseményeket, és a megjelölt nap ezred emléknapként adományoztatott. Szeretnék egy rövid áttekintést adni az ezred történetéről. Az ezred előzményei a kiegyezést követően létrehozott honvédségig nyúlnak vissza. 1869-ben a későbbi 17. gyalogezred Somogyi Maglát a dél-somogyi honvéd zászlóval képezte. 1890-ben szervezett meg az ezred szervezeteket. 1891-től viseli Székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred nevet. Fejér megye mellett Somogy és Tolna megye területéről történt a személyi állomány utánpótlása, két zászlóalj pedig veszprémi kiegészítésű volt megalakulásától 1912-ig. Ekkor egy újabb változás történt a honvédség szervezetében, valamennyi ezrednek három zászlóalja lesz, a Székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred első két zászlóalja továbbra is Székesfehérvári diszlokál, míg a harmadik zászlóalj az addig a 19. honvéd gyalogezredhez tartozó kaposvári zászlóalj lett. A veszprémi zászlóaljak
tehát a 31. Veszprémi Honvéd Gyalogegyhez kerültek véglegesen. 1913-tól a 17. Honvéd Gyalogegyhez kiegészítése az első világháborúban is, pedig a Fejér és Tolna megye valamennyi, illetve Somogy megye udali és tavi járásából történt. Az Ezred törzs első és második zászlóalja az 1914-es pontosításkor Székesfehérváron, míg a harmadik zászló a Kaposváron volt elhelyezve. Az Ezred a 25. hadosztály kötelékében harcolta végig a nagy háborút. Az Ezred 1918. november 17-én érkezett vissza a békehelyőrségbe Székesfehérvárra, majd decemberre 10-én megszűnt. Egyúttal a 69. gyalogezredből és a 17. gyalogezredből alakult meg a 17. magyar gyalogezred. Ez az alakulat a jövőjé a későbbi székesfehérvári magyar királyi 3. Szent István gyalogezred. Az ezred nevezetes parancsnoka 1915-től Márkosfalvi Sipos Gyula vezérkari ezredes volt, aki mindenkor nagy emberséggel és eredményesen vezette a rábízott egységet. Őt kisondói csatában vezette győzelemre az ezredét. A háború végén pedig a rendkívüli emberveszteségek dacára rendben visszavezette a Székesfehérvárra. Parancsnoki és emberi erényeinek ismerőseként a város 1916-ban tisztolgálá választotta a hősöket. A magyar királyi 17-es gyalogezred nagy háború során megjárta a Kárpátokat, harcolt a betörő orosz csapatok ellen, harcolt a román, a szerb hadszintéren, majd 1915-től az olasz fronton, főként a Doberdón és környékén vívott állóháborúkban töltött a meghatározó szerepet. Az ezred több ügyben elveszítette a fegyvereinek jó részét, és hatalmasak voltak a veszteségek a személyi állomány körében is. A helytállással és hősies viselkedésükkel kívült megbecsülést jól példázzák József főhercegnek a szavai, amiket az ezred harcvonalból való kivonásakor írt a naplójában. Idézném. A 17. székesfehérvári népfölkelő ezred holnap menetel a 16. hadtesthez. Ez itt halhatatlan vadírokat, csodálatos dicsőséget szerzett magának, példát juttató hősiességgel. Még nem látott hősies kitartással, a közelmesen borzasztó napokban, amelyekben más, különösen hides ezredek, mint a 4. tiroli császárvadász, az 1. tiroli országos lövészezred, a horvát 96. ezred már az első órákban összeroskadtak. A legkétségbejtőbb helyzetekben az én hős székesfehérvári népfelkelői soha még egy percig sem inogtak meg. Csodálatom és hálatelt szeretetem kíséri őket további útjukon. Írta a ezredből József főherceg. Néhány gondolat az emlékünkről. A királyi Székesfehérvári 17-es Honvéd Gyalogezred világháború is tetteinek megörökítését már 1915-ben elhatározta a disztrika. A szobor terveit az ezred szobrászművész tagja Holmes Szabó János készítette el. A Honvéd parancsnokság közelében, tehát az ücsiligek előtt vagy annak közepén tervezték felállítani az alkotást. Ehhez a helyet a város 1916. decemberében biztosította. A szobor elkészítéséhez szükséges összeg gyarapítására az ezred tiszteinek és legénységének adakozásán túl 1917-ben kiállítást szerveztek, amelyek a 17-es honvédek hadi fényképeit mutatták be. A következő évben az ezred hadi özvegyeinek és árváinak megsegítésére szervezte a város
egy hétig tartó 17-es hetet, amely során többek között kiállítás, színházi előadás, mozgófilmkép előadás és hangverseny is szórakoztatta a közönséget. Majd ez év novemberében, 17. vasárnap, az ezred hazaérkezésének másnapján lepleztük le a Kicsinyegyedben a Honvéd szobrot, amikor is Sikors Gyula ezredes adta át az emlékművet a városnak megőrzésre. 1927 nyarán Fejér vármegye törvényhatósági bizottsága az emlékmű kiegészítésére költségeket hagyott jóvá, és ennek eredményeként a meglévő emlékműben elhelyezésre került egy emléktábla az előlapján. Elesett hőseim, székesfehérvári 17-es honvéd gyalogezred 1914-1918 fölirata. Az emlékmű hátoldalán lévő márványtáblán a gyalogezred harcainak helyszínei olvashatóak. A talapzat két oldalán pedig Filip István tervei szerint Halmányi István és Habranek Antal által készült bronzdor domborművek láthatóak. Az ezred zászlót őrző oroszlán ábrázoló szobrot Origenről készítette az eredeti alkotás munkájára rámítő. Az emlékmű második avatására 1928. június 10-én került sor, aminek során József főherceg avatta fel a most már véglegesen befejezett szobrot. 8 évtized múlva az emlékművet Kocsis Balázs szobrász restaurátor újította fel, aki az időközben szükségessé vált javításokat elvégezte, letisztította, majd a gránit szobor felületét konzerválta. A felújítás utáni újraavatásra 2008. június 18-án került sor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rohanó világunkban most álljunk meg egy pillanatra, és az emlékezés keretében tisztelegjünk hős katonáink előtt. Kérem, helyezzék el az emlékműnél az emlékezés koszorúi virágait. Thank you.
Fehér bálint ő utcán, fehér
mocsáros alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy visszamegyünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy ilyen sokan érezték fontosnak a rendezvényen a jelenlétet, a megemlékezést. Tőlem balra ez a zászló a 17-esek hajdani zászlójának a rendkívüli változata, ami sajnos egy szomorú feleségemhez csatlakozik a mai napon. Simon Laci bácsi, sokan ismerték, holnap lesz a temetése a Videóton pálya melletti katolikus temetőben. Ő valamikor a megyei önkormányzatnak volt képviselője, és hát a 17-esek emlékápolásának egy nagyon lelkes, nagyon fontos szereplője volt a Pekor. Kérem egy perces tisztelet megállással, emlékezzünk az ő emlékére. Kérem, még egy másik gondolatot is engedjenek meg. Ez pedig arról szól, hogy a 17-esek emlékének a ápolása egy olyan közügy, amiben nagyon sokan vannak jelen, önkormányzat, civil szervezetek, katonai szervezetek, és az elmúlt, azt hiszem most már 25 éve, minden évben sikerült valamilyen módon ezt az emlékezett őrzést itt tárgyas kapcsolatában is meg kellett megjelíteni. A harctéren küzdött előtt katonái emlékezetük, a mi emlékezetükben élnek tovább. Ehhez a mai élőknek, a jelen élőknek elégülhetetlen felelőssége van. A D-80 alkalmából egy kanadai tiszt közelmúltban így nyilatkozott. Amikor az egyenruhát felvettem, nem csak a mai élő hajtásaihoz csatlakoztam, hanem a hős elődeimhez. Én nagyon egyetértek ezzel a gondolattal. Megemlítek még egy nevet, Jóni Géza nevét, akinek a születésének halálának a napokban van volt az évfordulója. Egy rövid kis versét idéznék. Hazai domb lesz, vagy idegen árok, hús síró füve, amelyen kihajt, kopott fejfámon, elmosódott írás, bolygó vándor, ezt hirdesse majd. Boldog, ki itt jársz, te érettel is megküzdött, ki lent nyugszik a hold. Véres harcok verték fel hírét, csak a tényleg csatornáját. Gondolom, szintén ismerik Jóni Gézának az életét, halálát is, amit egyközöltetlen következetben. A civil szervezetek vonatkozásában én fontosnak érzem megemlíteni, hogy a HTTK partnerségével pár évvel ezelőtt sikerült sikerül a tábornoknak a sírját életét irányítani Budapesten a felettében,
szed előre, csak téged szed előre a filmnek az alkotója is, aki én azt gondolom, hogy ebben a témában egy ilyen érzelmes maradandó, és emlékeztető, jó emlékeztető alkotást készített el. A jelenlévő többi civil szervezet is Szent István Kerülési Házban lesz egy emlékkiállítás. Szafár Tóni bácsi hívott testvérművész halálának egy éves évfordulója alkalmából, aki a mi számunkra azért fontos és emlékezetes személyiség, mert azon tudom, hogy a városban nagyon sok alkotásokon jelen, nagyon sok felé készítenek plaketteket, festményeket. A mi szervezetünknek 18 darab alkotást adományozott. Többek között a 17-es ezred állományában harcolt, közkatona portrék is szerepelnek majd a kiállításon. Aki úgy érzi, hogy ideje megengedi, érdekli a téma, szívesen látjuk pénteken, jövő héten 16 darab harcolt. Köszönöm a megtisztelőt. Köszönöm ezredes úrnak, hogy megosztotta velünk emlékező gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy megtisztelték a rendezvényünket. A rendezvény a bonyolításában köszönöm a közleműködést. Köszönöm. Én pedig szeretném is az említést a filmről, és a székesfehérvári média szeretnék fejezni ki a világháború áldozatai felé, és a jövő évben, ha jól emlékszem, csak még egyszer egyre bemutatásra kerül a Televízióban, a Tölevérő napjaiban a Szélszakú Kacsi film, hogy tiszteljenek rám, hogy megnézik, hogy az iszlámosan továbbadják, hogy értőtlenül.